Sziasztok! Ez az Éhes Makkal Disznót Álmodok különkiadása. Én Zarán Péter vagyok, és ebben az adásban a Demokrácia Részvénytársaság című interjúkötetről fogunk majd beszélni. A mai beszélgetésen Robi mellett Gödri Búcsú vesz majd részt, és egy picit szeretnénk, hogyha a hátterébe néznénk. Úgyhogy így talán a legelején az lenne a kérdésem, hogy hogy lett 2006-ban a Demokrácia Részvénytársaság egy délutáni műsor? Hogy indult el ez a műsor? Legesleg először két műsorunk volt. Volt egy szélsőközép, meg volt egy A Cenzor Halott című műsorunk. Ezek az éjszakában mentek, tehát elkezdődtek 9-kor és éjfélig tartottak. Igen. Hát ez az az időszak volt, amikor Rónai Egon, a Budapest Rádiónak a tulajdonosa és programigazgatója, hát kipróbálta azt, hogy szabad-e frekvenciát, a frekvenciáját arra használni, hogy adásba engedjen olyan műsorokat, amelyek nincsenek kipróbálva steril laboratóriumi körülmények között a hazai nyilvánosságnak a vegykonyháiban. Tehát mi nem az elitnek a hangját ütöttük meg, mi nem a valamelyik networknek, vagy valamelyik kurzusnak a szívéből jöttünk, minket nem küldtek. Tehát a kísérletezés az éjszakában zajlott. Aztán átkerültünk a délelőttbe. Ez már egy nagy dolog volt, mert délelőtt már hallgatnak emberek rádiót, ellentétben az este 9 és éjfél közti zónával. És ott rádióztunk talán 2 vagy 3 hónapon keresztül, és aztán a Rónai Egonnak jött egy ötlete, hogy a reggeli műsorsávból a Szili Nórát áthelyezi a délelőttbe, és minket, akik a délelőttben voltunk, minket átrak a reggelbe. Már a délelőtti rádióműsornak az volt a neve, hogy Szélső Közép, és onnantól kezdve a reggelbe ezt a Szélső Közép című rádióműsort vittük át. És ebben a reggeli sávban kezdtünk el először így ráérezni arra, hogy milyen az, amikor hallgatnak minket, amikor érezhető az, hogy a szavunk eljut valahova. Már jöttek visszajelzések. Már volt olyan, hogy fölismerték a hangunkat valahol. Már volt olyan, hogy be tudtak minket azonosítani. Már volt olyan pillanat, amikor olyan üzeneteket kaptunk vissza, amelyekben önmagunkra ismertünk. Már megvolt az az érzésünk, hogy ezzel a hangvétellel, ezzel megtaláljuk a magunk közönségét, és tudunk írni egy olyan hangvételt, amelyre reflektálni tud a hallgató. Amint az ma már ismeretes, megérkezett Fiala János az autópálya pénzekkel a zsebében, melyeket lerakott a Rónai Egon elé, és hát ennek az lett a következménye, hogy mi elveszítettük a reggeli műsorsávot, amit akkor 7 vagy 7,5 hónapon keresztül csináltunk, és átkerültünk a délutánba. Na és akkor én úgy gondoltam, hogy nem kéne úgy csinálnunk, minthogyha mi sem történt volna. Minket itt kivásároltak a reggeli műsorsávból autópályapénzen, tehát nem kéne úgy folytatni a Szélsőközép brandet, minthogyha semmi sem történt volna, hanem akkor emlékezzünk meg erről. Akkor húzzunk itt egy vörös vonalat. És mondjuk azt, hogy mostantól ennek a műsornak a címe Demokrácia RT, hogy mindenki tudja, hogy mindenki érzékelje, hogy itt történt egy elmozdítás. És nem a tulajdonosnak a jó szántából, hanem a tulajdonosnak a gazdasági megfontolásából. De az érdekes a Szélsőközép genealógiája, mert hogy ugye Fialával kezdődik és Fialával ér véget. Ugye az egész az onnan, az őstörténete ennek a dolognak a Secretmannél kezdődik, akivel a Fiala csinált egy interjút, és akkoriban volt a Secretmannek egy komoly botránya, amiben az egyik versét, illetve dalszövegét találta meg az akkori konzervatív oldal, amelyben ugye olyan szavak szerepeltek, hogy minden magyart fellógatni, vagy minden keresztét, már nem tudom pontosan,
mindegy. Nem minden keresztényt, hanem konkrétan egy fideszesről volt igen, szó. Igen, már nem tudom, bocsánat. Már nem emlékszem, hogy kiről volt szó, de valakit fel akart igen, húzni a lámpavasra. Igen, igen, valami ilyesmi, Bajer Zsoltit fellógatni, vagy kb. Ilyesmit, képzeltek el. És ugye elkövette azt a hibát, hogy ebben az adásban felolvasta szó szerint ezeket a idézeteket, és ezáltal ugye gyűlöletbeszédet követtek el. Ez volt a vád ezzel a műsorra szemben, és akkor így lett kegyvesztett a Fiala és a Fiala műsora, és így kerülhettünk mi a helyére. Én a Secretmannel egyszer csináltam egy közös stand-up tragedit, azt úgy csináltuk meg, hogy én elmeséltem, hogy ha ő neki nincs ez a tragédia, akkor nekem nem kezdődik el semmilyen módon a karrierem, tehát hogy milyen szépen váltottuk egymást. És én elmondtam az én történetemet ebből a szempontból. Ő meg elmondta, hogy ellene meg akkor indult el az egészen példátlan hajtóvadászat, amit a Secretman akkor kapott. Talán ő volt az első, aki a modernkori tömeg nyomását, az ellehetetlenítési kísérletet, azt úgy tényleg megérezte a bőrén, hogy milyen az a modern médiában, amikor a tömeg úgy dönt, hogy már pedig most rögtönítélő bíróságon téged kiírtanak a szalomból és tönkreteszik az életedet, hogy az egész konkrétan ezt szépen meg lehet csinálni, és egészen sikeresen el lehet ide jutni. Úgyhogy valaha ez volt az indulási pont. Még egyszer, egy olyan dolog indított el minket, amikor valaki egy művészeti alkotást felolvasott a szólásszabadságával élve, és a művészet szabadságával élve, elmondott egy verset, és ennek az lett a vége, hogy lenulláztak egy műsort, és lenulláztak egy embert. Ilyen kis szép finom indulása volt ennek az egész dolognak. Ez valahol azt gondolom, hogy talán mindig a kis agyunkban motoszkált, nem tudom, neked motoszkált, de nekem biztosan sokszor eszembe jutott ez a történet, hogy mi most egy nagyon kivételes esélyt kaptunk ott akkor a reggelben ebben az egész dologgal, és azért van egy nagyon komoly felelősség. Itt kezd épülni egy olyan világ, ahol a szólásszabadság az nem működik. Itt kezd épülni egy olyan világ, ahol versorokért embereket lenulláznak. És ez hogy pont ez volt a szülő atya, ez a sztori annak a műsornak, az nagyon fontos volt az ügyben, hogy elvárjuk magunktól a bátorságot, meg elvárjuk magunktól a kiméletlenséget, meg a kompromisszumképtelenséget. Azt hiszem az, hogy kompromisszumképtelen, az talán az írja leginkább azt, amit csináltunk. Ez hogy volt, amikor én elhívtalak téged rádiózni? Hát ez egy házi buliban. Nem olyan nagyon régen ismertük egymást. Hát és ne hülyeskedj már egyáltalán. Talán másodszor vagy harmadszor találkoztunk. Hát mi először hosszabban adásban beszélgettünk valójában. Ugye volt egy házi buli, ahol azt hiszem összevesztünk, de erre már nem emlékszem pontosan, lehet, hogy egyetértettünk, azt nem tudom, azt tudom, hogy ezt nálunk azért nehéz eldönteni, mert mind a kettőnek az a vége, hogy telítorokkal üvöltünk, ha éppen egyetértünk, vagy összevesztünk, az nagyjából decibel számon nem nagyon számított már akkor sem. A Hír TV-nek voltak akkor promóciós műsorai, ha jól emlékszem, arról kezdtünk el először beszélgetni, amiben a családmodellt mutatták be, és akkor valami olyan üzenete volt annak az adott promó részletnek, hogy az asszony az mindent megbocsájt, az akkor is várja otthon a férjét, és akkor ezen kezdtünk el hőbörögni. Na mindegy, akkor itt találkoztunk, aztán ennyi. Aztán nekem úgy tűnt, hogy én nem tudtam ki ez a Puzsér Robi, nem is akartam igazán tudni, valamint, hogy annyi, tehát azt gondoltam, hogy nagyjából itt találkozunk következőre, majd egyszer csörgött a telefonom, és találkoztunk a Feneketlen tónál, arra is emlékszem, és akkor mondtad, hogy akkor lenne egy műsor. Ja, bocsánat, nem előtte még benn voltam a cenzor halottba egyszer éjjel, kipróbálni ezt az egészet, és utána találkoztunk a Feneketlen tónál, akkor ez a délelőtti... Megkaptuk a délelőttet. A délelőtti esély, ez akkor került Robi asztalára. És akkor várjál, csak még egy gondolat, hogy akkor a beszélgetésre nagyon emlékszem, hogy kötöttünk egy fogadalmat. Hogy ezt csak akkor fogjuk csinálni, hogyha úgy csináljuk, hogy bármikor otthagyhassuk ezt a dolgot.
talán még olyan drámai mondatok is elhangzottak, hogy úgy csináljuk, hogy ha egy hónap múlva nem rúgnak ki minket, vagy egy hét múlva, nem tudom, egy hét múlva nem rúgnak ki minket, akkor kezdjünk el gyanakodni, hogy valamit rosszul csinálunk. És emlékszem, a nagyjából beszélgetésünk fő része, az volt az első ilyen rendes beszélgetésünk, fő része az volt, hogy kurvára gyanakodva néztünk egymásra, hogy miért akarod te ezt csinálni. Minket, vagy engem biztosan az zavartak a mikrofonok elé. A magyar média háború első komolyabb állóháborújában voltunk éppen. Megkövesedett frontokkal, beállt média struktúrákkal, ahol egyáltalán nem voltak, egyáltalán nem létezett politikai számonkérés. Minden oldal a saját mikrofonálványainak szépen nyilatkozgatott, és ez volt a norma. És felnőtt egy generáció, amelyik nem tudott ebből az egész közbeszéddel, ebből az egész politikai garnitúrával mit kezdeni azon kívül, hogy rettenetesen haragudtunk azért, amit a rendszerváltásból csináltak. Meglopva, kisemmizve éreztük azokat az értékeket, amik mentén ezt az egész ügyet elkezdtük, és nagyon szerettük volna ezt a fejére olvasni ennek az egész csapatnak. A kompromisszummentesen akartunk rádiózni, és ha bármilyen kompromisszumot meg kell kötni, vagy megkövetelnek tőlünk, mert végignéztük azt, ahogyan a minket megelőző média nemzedékek elkárhoznak. Végignéztük azt, ahogyan a bulvármédia, illetve a közéleti média elvesztette a közérdekűségét, illetve a közérthetőségét. És nekünk az volt a fő szempontunk, hogy közérdekűek legyünk, közérthetőek legyünk, és függetlenek legyünk. Ez a három. És ebből semmit ne engedjünk. Kompromisszummentesen rádiózzunk, addig, ameddig kompromisszummentesen rádiózni tudunk. És ne kerüljünk bele abba a fázisba, amiben végignéztük, hogy mindenki bekerült, hogy már jobban akarunk rádiózni, mint amennyire ragaszkodunk az igazságainkhoz, vagy amennyire ragaszkodunk ahhoz a fajta médiagyártáshoz, amiben hiszünk. És végignéztünk iszonyatos mennyiségű, évtizedeken keresztül zajló televíziós és rádiós tartalmat. És ennek a frusztrációja, ezeknek az évtizedeknek a dühe ott volt a megszólalásainkban, ott volt abban, ahogyan ezt a rádióműsort csináltuk. Az volt a hozzáállásunk, és ez a következő éveknek nagyjából a média tevékenységét így fémjelezte is, hogy rugassuk ki magunkat. Persze nem úgy, hogy az a cél, hogy kirúgjanak minket, hanem médiázunk úgy, ahogyan tudva tudjuk, hogy nem lehet, tehát ki fognak rúgni minket. És elkezdtük csinálni, és minden egyes műsort, az első hetek így zajlottak, minden egyes műsort úgy csináltunk meg, hogy ez lesz az utolsó. És amikor másnap még így jöhettünk, mert nem hívtak föl minket, hogy már nem kell jönni, akkor mi csodálkoztunk a legjobban, hogy tehát akkor ez még lehet? Akkor ez mégiscsak lehet így médiázni? És akkor csináltuk a következő műsort és az azt követőt, és vártuk, hogy mikor rúgnak ki minket. És nem rúgtak ki minket. És ez a folyamat, ez a mi emelkedésünk egészen a reggeli műsorsávig, meg a Fiala János autópálya pénzeig terjedt, és ott érzékeltük először, hogy egy olyan műsor, amelyet emberek gyártanak, akik ugye pénzért dolgoznak, tehát fizetést akarnak, az milyen versenyhátrányban van egy olyan műsorral szemben a piacon, amelyik pénzt hoz, amelyik műsorsávot vásárol. Műsoridőt vásárol, és főleg állami pénzen vásárol műsoridőt, tehát a mi általunk befizetett adóból vásárolt ki minket Fiala János a saját reggeli rádióműsorunkból. Persze Fiala János úgy gondolta, hogy ez az ő reggeli rádióműsora, amiből őt a jobb oldal, amiatt a szerencsétlen Secretman interjú miatt eltávolította, mi pedig bitoroltuk azt a reggeli sávot, és a világrendje úgy állt helyre, hogy minket onnan elküldtek a reggelből, ő került a reggelbe, hiszen kelj fel Jancsi, nem délután kell fel a Jancsi, hanem reggel. Mi meg hát olyanok vagyunk, hogy minket be lehet passzintani akárhova, így kerültünk át a délutánba. Na most a reggelhez képest a délutánban elkezdtünk, és ez volt a fő változás, a Demokrácia RT-ben elkezdtünk interjúzni. Ehhez nyilvánvalóan kellett az első 7 hónapnak a
a rádiós gyakorlata, meg az az önbizalom, amit a reggeli sávban megszereztünk, hogy akkor mostantól föl fogunk hívni politikusokat. Tehát átvesszük a kezdeményezést. Nem az lesz, hogy ők csinálnak valamit, mi meg reagálunk a hírekre, kommentáljuk azt, ami éppen történik az országban, vagy ami gazemberséget ők éppen elkövetnek, hanem elkezdünk szerválni. Mi fölhívjuk őket, és mi kérjük számon őket olyan módon, amilyen módon a magyar nyilvánosságban mi nem láttunk számon kérni politikusokat. Na igen, beszéljünk egy kicsit erről. Szóval honnan jön ez az alapelv, és mi következik ebből az alapelvből, amit Búcsú is említett, illetve ez az így gyártsunk műsort. Valójában erre vagyok kíváncsi. Nyilvánvaló, hogy más műsor szerkezete volt a szélső középnek, és más volt a Demokrácia Részvénytársaságnak. De a hogyanja az, ha jól értem, nagyon is hasonló volt. Ez hogyan alakult ki? Először, ha lehet, akkor inkább onnan kezdeném, hogy azt szerintem ezt is érdemes lerakni, hogy ezt nem úgy kell elképzelni egy ilyen sztorit, hogy mi oda mentünk ebben a nagy löttyös, punkos indulattal, és rock and roll, és csináltuk, és nem lett bajunk, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy mi minden adás, majdnem minden mondata után folyamatos tűzben voltunk, jellemzően éppen az adott szerkesztőségben, ahol voltunk, mindenki részéről. A legtöbb kollega, aki megtalált a folyosón, hogy ezt nem lehet ilyet csinálni, meg ezt nem szabad mondani, meg ezzel, től kezdve az aktuális főnökeinkig, az aktuális tulajdonosokig, ez egy nagyon konstans harc volt. És nem az önfényezés miatt mondom, hanem csak azt szerintem a történeti hűséghez ez is hozzá tartozik, hogy egy ilyet csak akkor élsz túl, hogyha van egymás között van egy nagyon komoly bizalom. Akikkel együtt csináltuk ezt a műsort, ott ez ilyen nagyon világos volt, hogy fogunk harcolni a másikért. És nem lesz olyan, hogy felhigulunk ebbe a harcba, amit abszolút a Robi vitt egyébként. Ő kapta a legtöbb pofont, ő állt bele a legtöbb ilyen történetbe, ez abszolút az ő vállán nyugodott a leginkább, vagy a legkeményebben. Most mindenkinek persze más történetei vannak egy ilyen sztoriba, mert én meg egy egzisztenciális válságban voltam. Mert most azt nyilván el tudjátok képzelni, hogy egy ilyen rádióműsor az milyen bevételeket tesz lehetővé. Tehát semmilyeneket is. És nagyon gyorsan komoly életdöntéseket kellett hozni, mert az embernek albérletet kell fizetnie, meg ilyenek. Tudom, hogy prózai dolgok ezek, de akkor is ez van. És el kellett döntened magadban, hogy mennyi ideig vállalod az egzisztenciális teljes nyomorgást és a full kiszámíthatatlanságot, hiszen éppen úgy csináljuk, hogy bármelyik pillanatban ez a minimális bevételed is megszűhet. És nem csinálhatsz mást, mert a délelőtti rádiózás vagy reggeli rádiózás mellett jó, a fizikai munkát végezhetsz, de azért a ilyen klasszikus egzisztenciát nem tudsz építeni fiatalon. Tehát itt azért mindenki tétekkel játszott ebbe a történetbe, mindenkinek megvoltak a maga szerepei, és én azt gondolom, hogy akkora szerelem volt ez, hogy ezt lehet csinálni, hogy iszonyú sok mindenben nem értettünk egyet nyilván, és nagyon komoly belső harcaink is voltak nyilván, de az a lehetőség, hogy most én úgy kérdezhetek meg egy politikust, ahogy mindig is gondoltam volna, hogy kéne, felrende keményen. Nem hagyom elugrani a kérdést. Fel leszek vele, mert miért ne lennék az. De nem fogom hagyni elugrani a kérdés elől. De az biztos, hogy arra nagyon törekedtem, hogy itt van egy szent ügy, és a szent ügy az pedig a rendíthetetlen, fair, de kemény kérdezés. Mint állampolgári feladat. Meg legyártani egy precedenst, hogy így is lehet beszélni a politikusokkal, sőt, így kéne beszélni a politikusokkal, sőt, ha a rendszerváltás óta így beszélnének az újságírók a politikusokkal, akkor ez most egy másik Magyarország lenne. Ezt a precedenst akartuk legyártani, a dogmánk, a fogadalmunk az pedig az volt, hogy nem fogunk elkurvulni. Nincs az az Isten. Inkább abba hagyjuk az egészet. Inkább visszavonulunk az árnyékba. De nem fogunk elkurvulni magunkból, nem fogjuk legyártani azt, amit millió stáción keresztül végignéztünk az előző
16 évben. Tudod, akárhányszor újra meg újra meg újra bemehettünk rádiózni, mindig az volt a benyomásunk, hogy hát akkor mi rosszul ítéltük meg az országot, rosszul ítéltük meg a magyar média helyzetet. Tehát akkor mégiscsak lehet így csinálni. És a helyzet az, hogy 2,5 éven keresztül tartott ez a fénytörés. Hogy mégiscsak lehet így rádiózni. 2,5 évünkbe került, 2,5 év az alatt a rádiónak a neve is megváltozott, meg a telephelye is megváltozott. Elkezdtük Zuglóban, Budapest rádió néven, Hermina Towers, és aztán, amikor vége lett a rádiózásunknak, addigra már Óbudán voltunk, vagy Csillaghegyen, vagy hol, és már Pont FM rádiónak hívták a rádiót. Minden esetre 2,5 évig tartott az az illúzió, hogy mégiscsak lehet így rádiózni, és 2,5 évbe tellett, mire hát a Rónai Egon kiadta az utunkat, és végül kiderült, hogy hát akkor mégsem lehet így rádiózni. Tehát akkor tulajdonképpen igazunk volt, csak 2,5 év kellett ahhoz, hogy ez érvénybe jusson. Bocsánat, csak muszáj erre is rácsatlakozni. Mit jelent az, hogy nem lehet így rádiózni? Mert az reflektál arra is, hogy miért lehetett így rádiózni. Ugyanis azért lehetett így rádiózni, mert egy olyan speciális helyzetben voltunk ebben a rádióban egy elszámolási történetnek köszönhetően, hogy egy idő után kényelmesebb volt velünk nem szóba állni, mint beszélgetni úgy általában, és ez adott nekünk egy lehetőséget. Most ha nem baj, ennek a részletében nem megyek bele. De az a lényeg, hogy nem az derült ki, hogy ezt lehet, hanem hogyha abban a helyzetben vagy, hogy inkább jobb, ha nem találkozok ezek az emberek kell a folyosón, akkor lehet. És ez azonnal kiderült, amikor ezt megpróbáltuk más felületre vinni, felkért minket egy másik rádió, hogy ott is csináljuk meg ugyanazt, és sőt, hozzuk vissza a régi fényét, csináljuk meg a szélső közepet. Rádió Café. Így van, a kafé. Ami akkor hát azért, na kérem szépen, volt a kafé, hogy csináljuk meg a szélső közepet. És mi kértük, mi mondtuk, sose felejtem el, mert annyira határozottan mondtuk, hogy ne. Nem való nektek a szélső közép, ti a barátságos rádió vagytok, meg a kedves rádió csinálunk vagytok. Csinálunk nektek kulturális műsort. Így van. Beszélgettünk a filmekről, azt majd fogjátok szeretni. És azt mondták, hogy nem. Ő nekik pont ez kell, mert olyanok leszünk, mint egy vágás az arculatukon, hogy felismerhetővé fogja ez a két büdös punk, ez ide bejön, és olyat ukádik a sarokba, hogy mindenki fel fogja ismerni onnantól kezdve azt a részét a szobának. Valami ilyen volt szerepünk volt. Ez volt a terv. Egy hónapra volt jó, és az egy hónap erős múlva, volt a vágás. Igen, és tudod, egy hónap, igen, túl mély volt a heg. Tudod, és egy hónap múlva nem az volt a válasz, hogy srácok, igazatok volt. Igen. Tényleg nem, ez a szélső közép, ez nincs akkora faszunk, mint amekkorát baszni akartunk, tudod. Hanem az volt a válasz, hogy gyerekek, ezt így nem lehet, és kirúgtak minket. Nem az történt, hogy oké, akkor csináljunk kulturális műsort, mégiscsak az kellett volna, hanem kirúgtak minket a saját rossz döntésükért. Mert ők elhitték, hogy őket is megtévesztette a 2,5 év, ami alatt mi hallhatóak voltunk egy másik frekvencián, de ez nagyon jellemző, hogyha egy másik frekvencián hallgatod, akkor nagyon vonzó, akkor nagyon menő, akkor rock and roll, de amint a saját frekvenciádon hallod meg, rohadtul megijedsz, mert rögtön tétje lesz a dolognak. Na most a helyzet az, hogy ők ott a Rádió Cafénál akarták mindazt, ami ezzel jár, menőség, meg a rádiózásnak ez a heavy metalja, amit mi toltunk, de nyilvánvalóan nem akarták azokat a következményeket, amely következményeket mi elviseltünk, és amely következményeket így vagy úgy, ezért vagy azért, akárhogy is, Rónai Egon is 2,5 éven keresztül elviselt. Ők meg nem akarták ezeket a következményeket, nem akartak a vörös szőnyegről letévejedni, nem akartak a szalonokból kirekesztve lenni. Sajnos mi jobban ismertük őket, ismeretlenül, mint amennyire ők ismerték magukat, hát úgy belülről, ismerve azt, akik ők. Muszáj elmondanom, ide kapcsolódik, és bocsánat, hogy főleg pont nem erről a periódusról beszélünk, de érdekes, mert ez veszi körül ezt az egészet. Ennek az esszenciája van ebben az egészben, és fontos megérteni azt, hogy nem működött ez
abból tudjuk értékelni, hogy mégiscsak egy ekkora kötetnyi ideig, meg mégiscsak élhetett ez. Sosem felejtem el, emlékszel a szerkesztőnkre? Hogy ugye az volt a szerkesztőnket, amikor bemutatták, akkor az volt az ő felvezetése, hogy ez az illető, ez egy nagyon kemény, ez pont hozzánk illő valaki, ő aztán tényleg elmegy a határig, ő háborús tudósító is volt. Ő keményebb lesz, mint mi, ő fogja rajtunk számon kérni majd, hogy nem vagy... Az elkurulást. Igen, és egész azt gondoltuk, hogy atya úristen, végre egy őrkutya. Végre tanulhatunk. Igen, aki majd figyelni fog, hogy búcsú, csak keményebben gyerünk, ne hagyd magad. Na most az első adás, első megszólalásának, a Robi első összetett mondatának a közepén láttam először a szerkesztőnket tevékenykedni, ugyanis megjelent a stúdió ablakába, és folyamatosan rázta a kezét, hogy ezt ne. És onnantól kezdve csak ezt láttuk végig abban az egy hónapban. Igen. A helyzet az, hogy ez a fajta rádiózás, amit mi csináltunk, ez egy média anomália volt. És ennek sajátos körülmények, sajátos balkáni körülményeknek köszönhetően ez a média anomália, ez 2,5 éven keresztül fent tudta tartani magát. Mielőtt azzá vált, amivé a sorsa az enyészeté. Beszéljünk akkor erről az anomáliáról. A Demokrácia Részvénytársaság első műsora az szeptember 4-e, és nem akarok nagyon sokat spoilerezni a könyvből, ezt azért így felhozom, hogy akkoriban még nem csiszolódtak össze az akkori szerkesztőtökkel a fogaskerekek, ha jól értem, hogy itt tulajdonképpen egy hatalmas bakival indult Rogán Antallal való interjútok, ami azért viszont a tartalmi része meg azért magától értetődő. Fölhívtuk a Rogán Antalt, hogy beszélgessünk vele a hazug választási ígéreteiről. De a szerkesztőnk az valami olyasmit mondott a Rogán Antalnak, ezt mi se tudtuk, mert nem mi hívtuk a Rogán Antalt, hogy majd az ő 5. kerületi terveiről fogunk beszélgetni, hogy ő miket tervez, hogy akkor már készült nagy erőkkel a 2006-os önkormányzati választásra, mint a belváros polgármester jelöltje. És ő hát nyilvánvalóan kampányolni szeretett volna a mi műsorunkban, szerette volna elmondani, hogy miért érdemes az 5. kerületben őrá szavazni. Mi viszont meg hát nem szerettük volna Rogán Antalnak ezüstálcán felkínálni a nyilvánosságunkat, hogy azt politikai marketing célokra használja, hanem mi szerettük volna megtudni, hogy ha a Gyurcsányék a 2006 tavaszi országgyűlési választás előtt abban a kampányban hazudtak, már pedig hazudtak, akkor mi a helyzet az ő ígéreteikkel, amelyek 2,5-szeresen haladták meg a Gyurcsány hazugságait? És hát erre egyáltalán nem akart válaszolni nekünk a Rogán. Mi meg ahogyan szoktuk, természetesen a torkára tettük a kést, hogy nem lépünk tovább az 5. kerületre, hanem szépen válaszoljon nekünk arra, hogy ha a Gyurcsány hazudott, akkor minek nevezzük a hazugság szor 2,5-et? Arra mi a szó, mert akkor arra is kéne találnunk egy kifejezést. Még kétszer megpróbált a Rogán beszélgetni velünk az 5. kerületről, és akkor látta, hogy ez nem fog menni, egyszerűen ránk csapta a telefont. Arra hivatkozva, hogy nem ez volt megbeszélve. Hogy valójában nem ez volt megbeszélve, de hát könyörgöm, annak a 2006-os választásnak, annak ő volt a kampányfőnöke. Annak a választásnak, ahol 2,5-szer annyi szociális juttatást ígért meg a Fidesz, mint az MSZP, amelyik egyébként hazudott. Hát Rogán Antalt, annak a választásnak a kampányfőnökét szabadjon már megkérdezni a választási ígéretekről, hogy azok mennyire helytállóak, vagy mennyire férnek bele az ország költségvetésébe. Még akkor is, hogyha a mi szerkesztünk azzal hívta fel őt, hogy az 5. kerületről fogunk kérdezni. Mi nem tudtuk, hogy mi a megállapodás, de minden esetre itt már felderengett annak a Rogán Antalnak a képe, amely Rogán Antalt ma már a magyar politika leggyűlöltebb és legmegvetettebb alakjának lehet tekinteni. Azt hiszem, hogy e téren nincsen különösebb vita. Most persze lehet azt mondani, hogy a Gyurcsány alávalóbb vagy aljadékabb, és talán nem is feltétlenül kell vitatkozni, mert a hányást és a szart azt azért szabadjon már egy kategóriában kezelni, és ne kelljen válogatni a kettő közül. Lehessen azt mondani, hogy ezt a kettőt, ezt egyként kell lehúzni a WC-n.
Minden esetre az a Rogán Antal, amelyik nem hajlandó velünk beszélni csak arról, ami előzetesen meg volt beszélve, ami előzetesen le volt egyeztetve, mert ha mi arról kérdezzük, ami az ő előző 3 hónapos tevékenysége, és nem a következő 3 hónapos tevékenységéről, akkor ő nem nyilatkozik. Akkor ő nem tárgyal velünk. És hogyha belevisszük ebbe az utcába, akkor meg ránk rakja a telefont. Egy nagy megbánás egyébként, az van, egy bűntudat van ennek az egész történetnek a kapcsán, és nem azért, hogy a szerkesztő mit egyeztetett le, vagy mit nem, hanem hogy arra nem csaptam le jobban, ez úgy néha eszembe szokott jutni. Amikor ez valahogy így elhangzott, hogy nem erről van szó. Hát éppen egy olyan Magyarországon éltünk, aminek a központi problémája az volt, hogy nagyon nem erről volt szó. Nagyon nem arról volt szó, amit a Gyurcsány mondott A pillanatban, és utána nagyon nem arról volt szó, amit mondott B pillanatban. Nagyon nem arról volt szó, amit ígért a Fidesz politikai szándékot, meg politikai értékképviseletet, és nagyon nem arról volt szó később. Igen, ez egy ország ilyen, most olyan, hogy nem erről volt szó. Igen, én úgy éltem le az fiatal korom nagy részét, hogy folyamatosan azt láttam, hogy nem erről volt szó. Sőt, a Magyarország rendszerváltás utáni történetét talán ebben a kifejezéssel lehet leginkább megragadni, úgyhogy nem lehet elmenekülni avval, hogy nem erről volt szó. Egyikünknek se erről volt szó. De várjuk a válaszokat. Még egy dolog jutott ennek kapcsán az eszembe, hogy azt hiszem, hogy abban a pillanatban, hogy lerakta a telefont, utána azonnal reflektáltunk erre is. Már nem tudom pontosan, hogy, de mintha valamilyen felvetésre emlékeznék, hogy azt azért lássuk be, hogyha ő tényleg nem erre készült, akkor ez őt lehetetlen helyzetbe hozni. Megadtuk neki, ami jár ilyen helyzetben, és megkövettük, ugyanakkor viszont meg nem írtuk jóvá, hogy ő most már nem a Fidesz volt kampányfőnöke, hanem most már az 5. kerület leendő polgármestere. Olyan nem játszik, hogy ő most az előző 3 hónap ott azt jegeli, vagy hogy azt arról ő már nem hajlandó beszélni, hiszen ekkor még nem szivárgott ki az Öszödi beszéd. De már tényként kezeltük, hogy Gyurcsány hazudott, hiszen már jöttek a megszorító intézkedések. De a választás után pár héttel már jöttek a megszorító intézkedések. Miközben Gyurcsány 2006 tavaszán úgy kampányolt, hogy szavazzon az 5 éves adócsökkentési programra. És tehát az már egy olyan szituáció volt, amikor mi már tényként kezeltük azt, hogy a Gyurcsány hazudott, már csak a mérleg egyensúly kedvéért kellett megállapítani azt, hogy nem pusztán a Gyurcsány hazudott, hanem a komplett politikai osztály hazudott, és hogy valójában egymást licitálták bele az egyre gyalázatosabb hazugságokba. Hát jól emlékszünk, hogy 2006-ban a Fidesz 14. havi nyugdíjjal kampányolt. Arról is beszélünk szerintem egy kicsit, hogy ez a hangvétel, amiről itt mi beszélünk, ennek aztán mi lett a története? Tehát mi lett ennek a kvázi szélsőközép orgánumnak a története? Nem csak itt nálunk, hanem hogy egyébként úgy a világban. Tehát, hogy a fair és kemény viták típusú, vagy fair és kemény politikai felelősségre vonás, kérdésekkel, mint állampolgári feladata a médiának, ezzel az egészen mi lett? Mert volt egy olyan érzésünk is, meg talán ezt valahol nyilatkoztuk is, meg akkor erről kérdeztek, hogy valahol van egy olyan érzésünk, hogy mi tényleg csak így a szálláscsinálója vagyunk egy attitűdnek, és majd jönni fognak utánunk a szebbek, okosabban, jobban beszélők, jobban felkészültebbek. De hogy mi valójában az attitűddel tartoztunk, és ha ezt az attitűdöt nálunk felkészültebbek, alkalmasabbak, elmélyültebbek átveszik, ránk már semmi szükség nem is lesz, és megyünk vissza rádiót hallgatni, mert mi végig csak hallgatható rádiót akartunk hallgatni. Csak mivel nem gyártotta le senki, elkezdtük legyártani, és vártuk, hogy jönnek azok, igen, akik majd ezt a stafétát felveszik. Igen, és hiába vártuk. És tényleg volt egy ilyen érzésünk, hogy egyszer csak ez átkerült. De valami egészen más dolog került át, és ez a más dolog viszont nagyon erőteljesen hat. Ma nem lehetne ezek közül a műsorok közül igazán egyik, semmit megcsinálni. Ma, amikor annyira tematizálódott maga az igazságfogalom, tehát ma már egy fair, de kemény vitában nem fog beleállni veled egy politikus, és nincs is rá szüksége, és a szavazóinak sincs rá szüksége, hiszen ő nem azt akar, és ez egy nagyon fontos dolog, majd még egyszer szeretnék erre visszatérni. Én azt hittem, hogy az emberek
felelős döntést akarnak arról hozni, hogy mi legyen ebben az országban, és azok az emberek, akik ezeket a döntéseket meghozzák, azokat nekem kötelességem kifaggatni erről, és az emberek ezt fogják díjazni. De nem erről van szó. Az emberek táborokat akartak. Táborokba akarták magukat érezni, és minden egyes mondatunkat úgy mérlegelték, hogy na most azt szidja tehát velünk van. Most meg a másikat szidja, akkor az ellenség. De ugye az volt a vicces, hogy minket két teljesen egymással szóban nem álló politikai tábor tartott a saját harcosának. Vagy tartott a saját leggyűlöltebb ellenségének egyszerre. Percről percre. Percről percre. És a komment falunk az folyamatosan az erre való visszajelzés volt. De egy dolog, egy hagyománya mégiscsak annak, amit csináltunk, megmaradt. És talán ez lett a legpusztítóbb dolog, ami megmaradhatott. Ugyanis az attitűdöt azt mégiscsak sikerült elsajátítani. Tehát az a vehemenciát, a gyors, erős hasonlatoknak a használatát, a ellentmondás nem tűrő verbalitást, ezt nem csak a politikának, hanem a média egy jelentős részének is sikerült benyalni. Tehát azt mondod, hogy megtermékenyítő hatással voltunk Bayer Zsoltra. Ezt mondod. Tehát én azt látom, hogy normál, tehát olyan, most nem akarok neveket mondani, de olyan politikai újságírók például, akiknek ez nem a világuk, hanem ezek újságírók jellemzően nem baromi erős verbalitással, de nagyon jó íráskészséggel, jellemzően úgy indult a karrierjük elején, hogy alaposak, pontosak, felkészültek, tájékozottak, stb. És nem azok, amik a mi erősségeink, mert mi jellemzően ezek közül egyik sem vagyunk. Jellemzősen nem. Nehéz lenne azt mondani, hogy a felkészültségünkben volt az igazi erőnk. De ezek az emberek, akiknek valóban ebben volt az ereje, azok, amikor találkoztak ebben az attitűddel, akkor elkezdték ezt öntudatlanul kipróbálni ők maguk is teljesen. És rákaptak az ízére. És igen, csak ez a hangvétel, ez csak a függetlenséggel párban működik, mert csak úgy punk. Abban a pillanatban, hogy ezt szolgaian valamelyik kurzus kiszolgálásaként műveled, onnantól kezdve már nem punk, hanem onnantól kezdve már háztáji agresszivitás. És ez döntő különbség. Tehát, hogy mi azt vártuk, hogy jön majd egy hozzánk hasonlóan agresszív, független hangvétel. És ez nem jött, hanem a két kurzus külön-külön legyártotta önmagából a saját hozzánk hasonlóan agresszív szolgáit. A függetlenség az ment a levesbe, a gonzú megmondás az meg gyökeret eresztett, de nem a kurzusok közti ritkás levegőjű térben, hanem a kurzusok szívében. Egyébként az egész váltásnak, hogy miért csinálunk interjúkat, erre is emlékszem. Emlékszem ilyen beszélgetésekre, nem tudom, meg vitákra, eszekedésekre is, talán ennek a dolgnak a kapcsán. Az egyik kulcs dolgunk az volt, hogy mit kezdjünk egyrészt a Robi agresszivitásával, meg másrészt úgy általában azzal a meglehetősen agresszív hangnemmel, ami egyébként a szélső közép stúdióban uralkodott. Ez egy probléma volt, szerettünk volna ebben valamit csinálni, mert nem, egyrészt nem is feltétlenül jó ezt akusztikailag nem egy hatalmas élmény azt olvasni, hogy emberek üvöltöznek, bár teszem hozzá, sokan épp ezért imádták annyira, és annyira jellegzetesen erre vágytak, mert hogy olyan volt, tényleg olyan sodró lendületű volt a műsor, nem lehetett a kocsiból kiszállni, mert folyamatosan azt mondta, hogy jó, ezt meghallgatom, mert ezek most tényleg megölik egymást. Mert ugye főleg közöttünk voltak nagyon erőteljesítek. És főleg a Tasnádi András és köztem. Igen, voltak a legdurvább konfliktusok. Olyan mértékben a szerkesztőség, olyan mértékben az én ellenpontozásomat tekintette a küldetésének, hogy a Tasnádi, aki már akkor is szeretett az árnyékban meghúzódni, felvette az ellenpont nevet, és amikor médiafotózás volt, akkor egy fekete csukjában fotózkodott velünk. Kurva keményen öltük egymást a Tasnádival. Na, tehát ez pontosan így van. De ebben valamit kellett kezdeni. Mert volt egy szint, ahol ez nem szolgálta a dolgok javát. Például nem alaposabb, meg értelmesebb, meg komolyabb argumentumok épültek föl, hanem csak
nagyobb indulatok. Tehát nem, nyilván az indulatok nem mindig hoznak jobb, meg jobb érveket. Na mindegy. És az egyik megoldás erre az egészre volt a politikus interjúk, vagy közéleti interjúk. Mert hirtelen lett célja ennek a fajta agressziónak, ami uralkodott. Mert ugyanis a közéleti szereplővel szemben mi agresszió, annak van egy ilyen joga, annak van egy értelme. És amit az előbb beszéltünk erről, nem az agressziót mellett szeretnénk kampányolni, hanem a kemény, határozott, de fair belekérdezés mellett szeretnék kampányolni, és az volt tragikus végignézni, hogy ebből maradt az agresszív nagyotmondás igénye, ami teljesen elterjedt ma Magyarországon. Ez az attitűd terjedt el, hogy agresszíven, hangosan kell nagyot, minél hatásosabbat mondani egy perc alatt. Csak azt kell érteni, hogy az a hangvétel az akkor egy politikussal szemben fair volt. Abban keménység meg kockázat volt, mert az az ember az megfoszthat az állásodtól, meg mit tudom én, meg összeszedsz magadnak egy csomó politikai ellenséget, meg egyébként személyes ellenséget is, aki nagyon haragszik, a csúnyákat mondta az adott. A szélső középnek a művelete az volt, hogy narráljuk olyan módon a közélet történéseit, amilyen módon nem narrálja senki más, egyrészt olyan attitűddel, másrészt pedig olyan alapállásból. Aztán, amikor minket áthelyeztek a reggelből a délutánba, akkor úgy álltunk hozzá, hogy akkor mostantól kezdve vállaljunk ennél többet, nagyobbat, hova lehet innen tovább lépni, kezdjük el megművelni a közéletet. És ezek az interjúk, meg a Demokrácia RT című műsornak az a bő egy éves sztoria, az erről szólt. Hogy kezdjünk el diskurzust diktálni az újságíró és a politikus között. Ugye végigköveti a műsor és a beszélgetések is a 2006 őszét. Éppen a műsor kezdete után két héttel szivárog ki az összödi beszéd. Szeptember 18-án vendégetek volt Nyakó István, illetve beszélgettetek, interjút készítettetek Nyakó Istvánnal, az MSZP akkori szóvivőjével. Ez is egy elképesztően izgalmas anyaga a kötetből, és egyébként ott ősszel nagyon sok hasonló is készül. Én amit szeretnék kiemelni, az október 23-i események után közös interjútok Márton Júliával, a Védegyletnek az aktivistájával. Védegylet aktivista, tehát nem az első látásra nem tűnik fideszesnek, nem tűnik népnemzetinek, nem tűnik első látásra egy budapesti liberális csajnak tűnik. Csak jelzem, hogy ez a lány számolt be nekünk arról, amiről egyébként nagyon-nagyon sokféle beszámoló a 23-át követő napokban napvilágot látott, hogy a barátait, akikkel kimentek, hogy megnézzék, hogy mi zajlik Budapest utcáin, egy semmilyen rendbontásban nem vettek részt, hanem ilyen növényevő liberális fiatalokról beszélünk, ezeket a barátait hogyan fogták el a rendőrök, hogyan kötegelővel, hogyan kötözték hátra a kezüket, térdepeltették le őket az utcakövére, és rugdalták őket az utcakövén. Én nem tudom elmondani, hogy mekkora adománynak éreztem már akkor is, és érzem azóta is a sorstól, hogy nekünk ez megadatott, hogy egy 2 milliós városban, egy egész Budapest által fogható frekvencián 2006 őszén az összödi beszéd kiszivárgásakor a október 23-ai rendőratakot követő nagyon feltüzelt hetekben mi rádiózhattunk. Nekünk lehetőségünk volt arra, hogy a hangja legyünk annak az elégedetlenségnek, annak a felháborodásnak, annak az elemi dűnek, ami feltört akkor a társadalomból. Az iránt a hazudozó, szemkilövető az ember iránt, aki nem volt hajlandó egyet hátra lépni, és ezzel megakadályozni a harmadik magyar köztársaság megsemmisülését. Egyet kellett volna hátra lépni a gazembernek. Egyet. Azt mondani, hogy
akkor nem leszek miniszterelnök, hanem akkor jöjjön most Bajnai Gordon. Ennyit kellett volna tennie. És nincs a NER, és nincs az Orbán rendszer. És egy másik Magyarországon élünk most. De nem tette meg. Nem tette meg. És nekünk ott volt ez a frekvencia, hogy ennek a kulturális számonkérő széke legyünk. És bevallom őszintén, hogy én akkor, és azután, amikor befejeztem a rádiózást, én nem gondoltam azt, hogy én ezután majd fogok rádiózni, mert főleg amikor a Caféról kirúgtak, már nem úgy tűnt, hogy ebben, hogy mi nekünk bárhol is bizalmat fognak szavazni a jövőben. Én azt éreztem, hogy ha csak ennyit adott nekem a sors, hogy nekem lehetőségem volt rádiózni ezekben a napokban, lehetőségem volt kifejezésre juttatni a véleményemet, és lehetőségem volt, hogy a harsonája legyek annak a mozgalomnak, aminek akkor még nem volt színezete, az akkor még nem jobbikos, fideszes, vagy akármilyenes mozgalom volt. Egyszerűen csak egy másfajta Magyarországért vonultak az utcára azok az emberek, akik aztán megkapták ezt a másfajta Magyarországot 2010-től. De tényleg annyira másfajta? Azt látni kell, hogy ezekben a időszakokban vesztette el Magyarország az illúzióját. Annak, hogy itt egy kulturálisan sokszínű érték mentén épülő, demokratikus, szabadelvű, de az értékeire figyelő József Attilát és Adit egyaránt szerető, Márait és Faludit egyaránt olvasó ország lesz. A TGM-el ugye többször is beszélgettünk, akkoriban olvastam a TGM-nek a Törzsi Fogalmak című könyvét, ami nagyjából a megalapozása annak, hogy hogyan jönnek létre ezek a törzsi struktúrák, amikor a törzshöz tartozás a legfontosabb, és teljesen mindegy, hogy a törzs milyen értéket képvisel, az a legfontosabb, hogy a törzshöz tartozol, és nem a gonosz ellenfélhez. Ennek az egésznek az arculata, ennek az arca, meg a pszichi mélyáramaiban a csontozódása ennek az egész folyamatnak az akkor tetőződött be. A 2006 történései olyan elemi sokként, olyan fájdalompontot találtak el ebbe a magyar társadalomba, hogy nem az történt, hogy felszabadítottuk magunkat, hanem olyan szinten traumatizáltuk magunkat, hogy onnantól kezdve csak ilyen típusú elnyomó agresszorokkal tudunk egyáltalán azonosulni. Ugye az történik, amikor egy gyereket kiskorában traumatizálnak, meg van mondjuk egy nagyon agresszív alkoholista apja, és nem tud a helyzetből kimenekülni, hogy gyakran az történik, hogy azonosul ebben a szereppel tudattalanul. Stockholm-szindróma. Igen, vagy azonosulás az agresszor, a szindróma, teljesen mindegy. Tehát, hogy ha elég nagy a trauma, akkor egész egyszerűen nem, nincs hova menekülni a léleknek, és azt mondja, hogy hát akkor ez van. És akkor ez lesz a világrendje. Az elviselhetetlen lesz a világrendje. És én azt azért fontosak ezek a napok, mert akkor történt ez meg. És még egyszer egy picit visszatérve arra, hogy én mit akartam ettől az egész műsortól. Én azt hittem, hogyha a hipokritaságot azt mondjuk felmutatom, felmutatjuk, hogy tetten érjük, azért ezekben az időszakokban is, amikor akkor zajlottak, az egyik központi téma az volt, hogy egy politikus mit mond a szájával, és mit cselekszik a kezével, meg a zsebével, meg a szerződést aláíró tollával, és a kettő közötti ellentét, és hogy mit kell erről gondolni. Azt gondoltuk, vagy én azt gondoltam, hogyha elég éles lesz a kontraszt, akkor ennek felszabadító ereje lesz. Új politikai generációk születhetnek, vagy az emberek fejében átállhatnak bizonyos ilyen törzsi attitűdök, és elkezdenek mélyebben gondolkozni ezeknek a dolgoknak a mentén. Ami az én nagyon nagy tévedésem volt, az, hogy amikor egy hipokrita lebukik, akkor az a politikai oldal nem veszít. Mert az emberek, már akkor is, de most már tényleg egy nagyon ilyen országban élünk, az emberek azonosulni tudnak vele éppen azért, mert hipokrita.
A hipokritaság az egy nagyon jó üzenet ebben az országban. Meg egy olyan országban, amit hipokriták laknak, ott a hipokriták nagyon jó azonosulási pontot tudnak kínálni. Abszolút. Az emberek magukra ismernek. Pontosan ezt mondom. Most akár a közeli jelenkornak a botrányai kapcsán is az a meggyőződésem, hogy ennek a politikai közösségnek ez egyáltalán nem árt, sőt, valahol az emberek számára mélyebb elkötelezést okoz, hogy na ez is egy hipokrita, helyes, nagyon helyes, hogy ő is hipokrita. Ennek két oka van. Egyrészt a jogi szabályzó környezetünk, amit beélünk, a adószabályoktól kezdve a PKV-n keresztül az összes szabályrendszer, Magyarországon egyébként ez a világon mindenhol így van, hogy a szabályoknak két szintje van. Van a szabályoknak a leírt szintje, hogy mit szabad csinálni és mit nem, és van a meta szint, az a szabály a szabályokról. Mennyire kell betartani a szabályokat. Ez a Magyarországon a legfontosabb tudás. Magyarországon a szabályokat nem is ismeri igazán egy pár rövid rész a társadalomnak ismeri, az ügyvédek ismerik rendes, hogy olyan úgy, aki ezt valójában csinál. Nálunk a meta szabályok ismerete a legfontosabb, hogy melyik szabályt hágjuk át teljesen természetesen, és gondolkodás nélkül is tartjuk erényes dolognak, vagányságnak és menőnek, hogy ezt folyamatosan áthágjuk mondjuk az adózásokkal kapcsolatos szabályokat, és melyek azok, amelyeket ha csak megkarcol valaki, akkor azonnal véresen büntetünk, mint például mondjuk nem heteroszexuális, ugye. Ez rettenetesen fontos, hogy ez így van kialakítva. Az ilyen keretrendszer, mit tanít az embereknek, akik benne élnek? Hát pontosan azt tanítja, mint egy narcisztikus szülő. Ugye egy narcisztikus szülő az úgy működik, hogy abszurd szabályokkal működik. Anyu azt mondja, hogy 10-kor le kell feküdni aludni, de 10:30-kor is néha megengedi, hogy nézem a tévét. Ez az ő kedve szerint dől el. Egy narcisztikus szülőnek a gyereke, az mi az első dolog, amit megtanul rettetesen? Hazudni. Kegyetlenül jól fog tudni hazudni, manipulálni, félrebeszélni, stb. És ez az akkor traumatizált társadalom, ez ezt tanulta meg, hogy egy nagyon szűk törzsön belül ül, és minden eszköz belefér a másikkal szemben, mind a két oldalon. Lopunk, csalunk, hazudunk, az áldolognak a ellenkezőjét bármikor állítjuk, egy mondaton belül ellenmondunk teljesen mindennek, amit idáig állítottunk, csak a mi fiunk nyerjen. Ami a Nyakó István interjúnkat illeti, hát azt hiszem, hogyha egyetlen interjút ki lehet emelni ebből a könyvből, akkor én a Nyakó István interjút emelném ki, az Öszödi beszéd kiszivárgásának a másnapján az MSZP szóvivőjével interjúztunk, és hát próbáltuk megértetni vele, hogy ennek a helyzetnek egyféle megoldása van, az, hogyha a miniszterelnök lemond. És hát nem akarta tudomásul venni. Ennek a helyzetnek az lesz a megoldása, hogy igenis a miniszterelnök végre fogja hajtani a reformokat. Próbáltuk megértetni, hogy ez a helyzetnek nem a megoldása. Ez a problémának nem a megoldása, hanem a problémának a konzerválása. Önmagában a Nyakó István interjúból következik 2010. Abból a Nyakó István interjúból, ami ebben a könyvben van, már minden összetevője a 2010-es fülkeforradalomnak már benne van. Van egy interjútok Aigner Szilárddal, meteorológussal, aki azóta elhunyt, és ugye ráadásul azt is feltüntetitek a könyvben, hogy feltünteted, Robi, hogy több interjút is készítettetek, minden nyáron készítettetek. Igen. Egyet, és ennek azért van egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kiterjedtebb története. Igen. Akkor már napirenden volt a globális klímaváltozás probléma, és megpróbáltunk az Aigner Szilárddal egy ilyen klímadiskurzust folytatni, mert egészen más az, amikor az Aigner Szilárd magyarázza el a rádióhallgatónak, hogy mi van a klímával, mint amikor bárki más. Az Aigner Szilárd volt a meteorológus Magyarországon. A derűs napot beköszönésével, azzal a joviális, bensőséges attitűddel, ami őt jellemezte. Ő volt a média meteorológus. Olyan volt a meteorológiának, amilyen a Zeiss Endre volt a genetikának. És azt akartuk, hogy ő mondja el az embereknek, hogy mekkora a baj, mert az talán egy
jó messzire elhallatszó vészcsengő lesz, hogyha az Ajner Szilárd mondja el. És az Ajner Szilárd elmondta nekünk, hogy óriási a baj, akkora a baj, hogy el sem tudjuk képzelni, egy rakéta tart a föld felé, amit nem tudunk eltéríteni az útjából, nem tudjuk megfordítani a mozgás irányát, nem tudjuk megállítani, semmit nem tudunk tenni. És akkor kérdeztük az Ajner Szilárdtól, hogy úristen, hát ez hatalmas baj, nagyon élveztük a helyzetet, mert azt éreztük, hogy na, ezért hívtuk föl, ezt vártuk tőle, hogy na, erre a figyelmeztetésre majd sokan felfigyelnek, akkor hát mit tehetünk? És erre mondta az Ajner Szilárd, hogy ő optimista. Kérdeztük, hogy miért optimista? Hát egy rakéta tart a föld felé, nem tudjuk megváltoztatni a mozgásának az irányát, se megfordítani, hát miért optimista? És mondta az Ajner Szilárd, hogy ő mindig is optimista volt. Ő egy ilyen attitűdű ember. Ez az ő természete. Ő optimista. Már gyerekkorában optimista volt, és szerinte így érdemes élni. Tudod, ez volt a válasza. És akkor hát ezt tudomásul vettük. Ajner Szilárdnak a kedélyessége az a diagnózisa komolyságának a rovására megy. De hát akkor ez van. Egy évvel később fölhívtuk Ajner Szilárdot, és mindent letagadott. Semmiféle rakéta, soha nem beszélt rakétáról, egyáltalán nem tart a föld felé. Mi ez a hülyeség? És amikor hát jeleztük neki, hogy ezt egy éve mondta, akkor ő mondta, hogy szó sincs róla. Ő ilyet nem mondott soha, most beszélünk először. Akkor hát nincsen baj? Kérdeztük az Ajner Szilárdtól. Akkor hát minden rendben, mehet így tovább a globális kapitalizmus? Meg a üvegházhatás? És mondta Ajner Szilárd, hogy ő erre a kérdésre nem tud jól válaszolni, mert ő meteorológus és nem klímakutató. Tudomásul vettük, és egy évvel később megint csak felhívtuk, már harmadszor Magyar Dáviddal, hogy mégiscsak megtudjuk, hogy hol áll a rakéta, vagy hol tart a rakéta, és ez a beszélgetésünk került bele ebbe a könyvbe. Minden esetre ez nagyon jól jelzi azt, hogy hogyan fogalmaz ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy meteorológus, és hogyan fogalmaz ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy a nyilvánosságért sajátos felelősséget tanúsító média szereplő. Először egy meteorológussal beszéltünk. Második alkalommal egy évre rá már egy média szereplővel beszéltünk, valakivel, aki nem kelthet pánikot. Nem engedheti meg magának, mert ha pánikot kelt, lehet, hogy egy év múlva, két év múlva majd nem lesz munkája. Lehet, hogy valahonnan valakik majd kezére ütnek. Minden esetre Ajner Szilárdnak 2005-ről 2006-ra megváltozott az alapvető véleménye. Miről? Egy olyan kérdésről, ami hát meteorológiailag, meg a föld sorsát illetően, meg az emberiség sorsát illetően, hát a legfontosabb kérdés. A legfontosabb. És mégis nagyon úgy tűnik, hogy amikor az ember egy meteorológussal beszél, akkor ő nem csak egy időjóssal beszél, vagy nem csak egy időjárást, vagy klímafolyamatokat értő, vagy érteni vélő figurával beszél, hanem egy média szereplővel beszél, aki nem olyan módon felelős a nyilvánosságért, mint mi voltunk felelősek a nyilvánosságért, mert a mi felelősségünk a nyilvánosságért, az azzal járt, hogy nem vállalunk felelősséget önmagunkért, az önmagunk média karrierjéért. Mi a média nyilvánosságért vállaljuk a felelősséget, és ennek a felelősségünknek a árnyékában a mi média karrierünk akár megsemmisülhet. Ugyanakkor egy olyan meteorológus, aki több évtizede van a szakmában, és még több évtizedet szeretne a képernyőkön eltölteni, nem engedheti meg magának ugyanezt. És mi a magunk felelősségét vártuk el az Ajner Szilárdtól, kvázi a magunk felelősségét a nyilvánosságért, a közvéleményért, ehelyett megkaptuk Ajner Szilárd felelősségét önmagáért. Három fő csapásirányunk volt ezekben a műsorokban, a globalizáció, kritika, az elit kritika, meg a média kritika. Jelzem, hogy jelentősen rosszabb a helyzet, mint ami akkor volt. Jelentősen, szignifikánsan sokkal rosszabb a helyzet. És még annyival is rosszabb a helyzet. Most nyilván a klímaváltozást azt nem kell ecsetelni. Akkoriban egyébként ez nem volt egy annyira mainstream hang.
de biztosak voltunk benne, hogy nagyon rövid időn belül komoly politikai érdekképviselete lesz ennek a dolgnak Magyarországon. Már nincs gyakorlatilag, vagy elenyésző a parlamenti reprezentációja a klímavédelemnek. A Globkrit, meg a fogyasztói társadalomnak a kritikája az már nem csak, hogy a... Tehát most már mind a két oldal mást hazudik róla, ugye van fogyasztói társadalom kritikája a jelenlegi kormányzatnak is, természetesen azt német autógyárakat meg kell nézni, hogy ez a gyakorlatban egészen pontosan mit is jelent. Az ellenzéknek hol valójában nincsenek erre válaszai, vagy még csak felvetései sincsenek, vagy ilyen rettenetesen komolyan vehetetlen válaszaik vannak erre. Ez egy Globkrit szellemiségű szerkesztőség volt, és ezek az interjúk, ezek Globkrit szellemiségűek. Mára a globalizáció kritika megsemmisült, és az identitáspolitika lépett a helyére. A baloldal, most mondhatom úgy is, hogy köpönyeget váltott, mondhatom úgy is, hogy identitást váltott, mert a baloldalnak a lénye megváltozott, leginkább úgy fogalmaznék, hogy a baloldal kifordult önmagából. Ez a szellem, ami a Demokrácia RT-nek a szerkesztőségét áthatotta, ez a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan szelleme volt. Ennek ma már nyomait sem lehet felfedezni a baloldalon. A helyzet az, hogy ez a szellem, ez megsemmisült. Mi viszont, vagy magamról, azt hiszem, hogy inkább magamról érdemes beszélni, én viszont továbbra is így gondolok erre, és nem gondolom azt, hogy azok a felvetések, azok a problémák, azok a megközelítések, amelyeket érvényesítettünk ebben a műsorban, ezek ne lennének ma érvényesek. Sokkal keményebb a nyomás rajtunk például, ami a fogyasztói társadalmat érinti. Hát még akkor nem voltunk felkészülve arra a szociális alkalmazásoknak erre egészen döbbenetes létformáló hatására, amit a szociális hálók bejövetele okozott, és arra az egészen új típusú fogyasztói bekötésre, ami a modern embert áthatja. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a felvetések, vagy ezek a címszavak, vagy ezek a kérdések, ezek fontosabbak lettek ma, mint amilyenek akkor voltak. Az érdekképviseletük, a hangjuk, meg a számunkérésük, azt avval nem nagyon találkozom, biztos van ilyen is, de én nem találom. Avval, akik ezt számon fogják kérni, azok abból nem látok sokat. Nem követeltük ezt ki magunknak. Akkor úgy nézett ki, hogy többek közt ennek a műsornak hatására is, mert nyilván az ember túlértékeli a saját jelentőségét, de amikor azokkal az emberekkel beszélgettünk, akik hallgatták ezt a műsort, akkor úgy tűnt, hogy itt most valamilyen felébredés van, és emberek, akik előtte nem foglalkoztak mondjuk globalizáció kritikával, vagy fogyasztói társadalom kritikával, azok megértettek valamit, és akarnak azért tenni valamit, és jönnek majd létre olyan politikai szövetségek, amelyeknek az elsődleges célja az lesz, hogy felvegyék a kesztyűt ezekkel a dolgokkal. Hát ez már anakronisztikusan hat teljesen. Hát ma már elképzelhetetlen, hogy a parlamentben valaki valódi fogyasztói társadalmi kritikai érvelést tegyen. Ami még emlékezetes ebből az időszakból, az a Horn Gyulával készített interjúnk. Az valami döbbenetes volt, ezt összöd után jóval beszélgettünk a Horn Gyulával, és rákérdeztünk, hogy ott volt-e összödön, amikor az inkriminált beszéd elhangzott. És mondta, hogy ott volt, természetesen. És így kérdeztük, hogy és milyen érzés volt ez, hogy ő nem tudott arról, hogy mi az országnak a költségvetési, meg gazdasági helyzete, meg a konvergencia adatok miként lettek meghamisítva. Egyáltalán, hogy pult alatt kormányoztak, és őt, a volt MSZP-s miniszterelnököt kihagyták ebből. Ugye Gyurcsány úgy fogalmazott összödön, hogy gyerekek, ennyien tudtunk körbeülni egy asztalt. Hát, ennyien tudtunk körbeülni egy asztalt, tehát ez egy nagyjából 6-7 fős bűnszövetkezet az, amelyik tudta, hogy az országnak milyen mértékű az államadósága, milyen állapotban van a költségvetése. És kérdeztük Horn Gyulát, hogy ez milyen érzés volt neki, hogy őt ebből kihagyták. Hogy egyáltalán ő neki is hazudtak, mert az, hogy nekünk hazudtak, azt értjük, nekünk mindig is hazudtak. De hogy Horn Gyulának hazudtak, és erre a Horn Gyula a létező, elképzelhető, legelképesztőbb választatta. Azt mondta, hogy ez hülyeség. Gyurcsány nem hazudott.
És kérdeztük, hogy akkor ezt hogy érti, hogy a Gyurcsány nem hazudott? Tehát akkor hazudott a Gyurcsány, amikor azt mondta, hogy hazudott? És a Horn Gyula egy olyan álláspontba állt bele abban a beszélgetésben, ami itt van leírva ebben a könyvben, amely álláspontot én senkitől se azelőtt, se azóta nem hallottam. Tehát az, hogy igazságbeszéd volt, és hogy ezzel a hazugsággal ő szembenézett ott, és ezt ő önként megvallotta, persze a saját frakciójának, nem nekünk, kiszivárgott beszédről van szó, nem a tévében mondta el, de hogy ezt a narratívát ismertük meg. Ismertük a hazudott. Hazudott és hazudott, és reggel és délben és éjjel. Ezt is ismertük. De ezt a narratívát, hogy a Gyurcsány egyáltalán nem hazudott, és nem is értettük, hogy a Horn Gyula ezt hogy érti, vagy hogy képzel, és évek kellettek, hogy én megértsem, hogy miért mondta ezt akkor a Horn Gyula. A Horn Gyula pontosan érezte, hogy ezzel a Gyurcsánnyal ezzel nem lehet, ezzel nem szabad közösséget vállalni abban, amit leművelt. De azt is érezte, hogy neki már nincsen ereje a párton belül, meg a politikában ahhoz, hogy a Gyurcsánnyal szembeszálljon. Tehát konfrontálódni nincs ereje, beigazodni meg nincs jelleme. Vagyis hát van. Amit választott, az a köztes megoldás, letagadta. Letagadta magát a problémát, amely problémára nem volt megoldása. A könyv az egy interjúnak a végével végződik, viszont nincsen kvázi lekerekítve azzal, hogy lett vége ennek a műsornak, hogy lett vége a Demokrácia Részvénytársaságnak. Úgy lett vége a Demokrácia Részvénytársaságnak, hogy én egy ponton, de nem csak én, hanem az egész szerkesztőségünk megcsömörlött a magyar politikával. Egy év délutáni rádiózás után azt mondtuk, hogy helyezzük át a fókuszpontját a műsornak a magyar politikáról, meg úgy általában a politikai megmondásról, meg a politikai számonkérőszék üzemeltetéséről egy globális felelősségtudat felhorgadásába. Kezdjünk el az igazán fontos kérdésekről beszélni. Mert a helyzet az, hogy a Gyurcsány hazugsága, meg a harmadik magyar köztársaságnak a szétverése, az egy fontos ügy. Nyilvánvalóan fontos ügy, főleg ahhoz képest, hogy mit reggelizett aznap Tatár Csilla, vagy kicsoda. De ahhoz képest, amifelé a globális kapitalizmus tart, ahhoz képest, amilyen következményei a szabadjára engedett tőzsde, Wall Street gyámságára bízott földbolygóval zajlik, és ami a földre vár, meg az emberiségre vár, a globális kapitalizmusnak a fékezhetetlen burjánzó növekedése, rákszerű burjánzása nyomán, ehhez képest a Gyurcsány hazugságai, meg a Nyakó Istvánnak a mellébeszélései, bagatel ügyek. Akkor kezdjünk el az igazán fontos ügyekről beszélni. És a Demokrácia Részvénytársaságot átvezettük az Apokalipszis Részvénytársaság brandbe, mert úgy gondoltuk, hogy az igazán fontos kérdések azok nem a magyar posványban születnek és halnak el, hanem valami globálisabbat akartunk elmondani. Igazán meg akartunk felelni a Glockrit szellemének, a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan imperatívuszának. És akkor így lett vége a Demokrácia Részvénytársaságnak, és akkor ezután még egy nagyjából fél évig vagy 7 hónapig csináltuk az Apokalipszis RT-t, amikor végül Rónai Egon elengedte a kezünket, elbocsátott minket. Így ezzel szummában a kezdetektől a végig 2,5 éven keresztül tartott a mi rádiózásunk a 88.1-es frekvencián. Csak egy pillanatra erre az egész időszakra, meg erre a váltásra. Hát azért az, amit láshatok, hogy például ilyen Horn Gyulai mondatok, tehát hogy mondjam, a fake news, vagy a valóság torzításnak az első dózisait, mi nem a Trump-féle alternatív tények típusú felvetésnél ismertük meg ezt a világot, ilyen brutálisan és közelről, hanem például ezekben az interjúkban, amikor sikerült a logikát önmagába befraktálosítani, és megpróbálni a világegyetem szövetét ketté hasítani ezekkel az állításokkal, hogy hazudott arról, hogy hazudott. Tehát, hogy
Tehát akkor ez brutálisan ott volt már, és érezhető volt, hogy semmit nem ér, amit csinálunk valójában. Tehát nulla haszna van, nulla haszna van. Ezek az emberek most már ott tartanak, hogyha kell, azt mondják, hogy hazudtam arra, hogy hazudtam. Tehát hogy bármi bele fog férni, és nem azt történik, hogy egy igazságosabb, szebb, vagy értelmesebb, vagy racionálisabb országot építünk, hanem egy idegbetegebb, egy szorongóbb, egy dühösebb, egy agresszívabb közösség lesz, és sehova nem tart ez az egész. Tehát innen jött ez a csömör, nem lehetett ebben már együtt élni. Hát főleg a 2006 és történései után nagyon nehéz, nem lehetett ezt gyomorral itt politikai műsort csinálni ezek után. Egyébként pont az az időszak jön, amikor egyébként a kormányzást is megszüntette, tehát effektíve nem volt kormányzás. Igazából így az ország így vakon repült, így a semmibe. Olyan volt, mint a késő kádárizmus, hogy így lebegtünk a nagy trutyiba, és nem lehetett tudni, hogy mi fog történni. Ám de mi már, mintha valamit sejtettünk volna, ugye az apokalipszis értének a fő támadási pontja, az egyik fő támadási pontja az ugye a fogyasztói társadalom, vagy a globális kapitalizmus elleni érvelés volt. Ugye hozzá tartozik, hogy ez ilyesmiket, mint a David C. Kort, ennek a tőkéstársadalomnak a világuralma, ezek nem voltak benne a közbeszédben egyáltalán. Tehát ez az érvelés, ez nem létezett. Ma amikor az is marxista, aki életében semmit nem olvasott Marxtól, és ezek már nagyon felkapott dolgok, ez teljesen hiányzott. És ez a fajta frontális nekimenés, avval, ahogyan ez teremtve van ez a társadalom, a fogyasztói társadalom és a globális kapitalizmus által, és hogy mit lehetne ez ellen tenni, meg hogyan lehet ezt filozófilag szétszálazni, meg mit tett néhány fiatal srác, ez ügyben szemléletformás ügyben, ez egy fontos dolog volt nekünk. Mi volt ennek a recepciója? Robi, a emlékeidet előhívnám, hogy mikor kerültünk be a mi műsorunk a Magyar Narancsba, és hogy hol jelentünk meg. Megvan ez? Meséld el. Ugye a Magyar Narancs utolsó oldala az a szüret. Ez egy elég legendás dolog, mióta Magyar Narancs van, vagy Mancs van, azóta a szüret az mindig van. A szüret az a válogatás. Mekkora hülyeségek hangzottak el pontosan a héten. Milyen hülyeségek hangzottak el a héten, annak egy ilyen best-of-ja. Na hát a szüret rovatban sikerült nekünk landolnunk a gondolatainkról, és fontos, kérlek, hogy figyeljetek a tőzsdéről, meg a tőzsde felelőtlenségével kapcsolatban van a Robitot két-három mondat, és ez bekerült, mint az elképesztő, felfoghatatlan nagy hülyeségeknek a picin kis gyűjteményében. És azt akarták rajta demonstrálni, hogy ezek mi épesek. Igen. Nyilvánvalóan. Semmi kétségünk nem volt, hogy ott minket megpróbáltak pusztán azért, mert a globális kapitalizmust bíráljuk, tehát nyilvánvalóan mi épesek vagyunk, és hogy erre ráerősítsenek, Csurka István idézet mellé helyezték az én tőlem származó idézet. Úgy általában az volt az attitűd, az akkoriban megjelent újságcikkek, média, review-k kapcsán, de elsősorban hülye gyerekek vagyunk, akiknek fogalmuk sincs, vannak ezek a naív elképzelések, hanem abból csinálnak rádióműsort, hogy nem értik a tőzsdét, és hergelnek ezekkel a populista szólamokkal, csak még egyszer finoman, éppen a világ a rohan bele a 2008-as pénzügyi összeomlásba. Éppen úgy rohantunk bele, hogy az elképesztő volt, és akkorát csapódott le ez az egész. És az, hogy hova tart ez a folyamat, hogy mennyire átláthatatlan azok számára, akik állítólag a Wall Street papságának tagjaként állítólag olyan zseniálisan átlátják ezt az egészet, és ez nem igaz, és nem látják át. Ez aztán később nagyon gyorsan, nagyon fájdalmasan beigazolódott. Amire én még vissza tudok emlékezni, és amitől érdemes megemlékezni, az a Bayer Zsolt interjúnk volt. Akkor Bayer Zsolt éppen előadta nyilvánosan, hogy az emberek ne fizessék be az ingatlanadót. Mert akkor a Gyurcsány éppen ingatlanadó címen próbált pénzt beszedni. És akkor ő polgári ellenállásra szólította fel a magyarokat.
És hát mi fölhívtuk telefonon, és hát megkérdeztük tőle, hogy de mi legyen a kerületek által beszedett ingatlanadóval. Például 12. kerületben Pokorni Zoltán ingatlanadót szed. Akkor az se fizességbe? És Bajer Zsolt azt mondta, hogy akkor az se. Hát elvittük egy olyan pontig Bajer Zsoltot, hogy a konzisztenciája a lényének, meg a mondásának, az már fontosabb volt annál sem, mint hogy, hogy pontosan tudta, hogy ő a, hát azért közelebb áll Orbán Viktorhoz, mint Pokorni Zoltán. Főleg Pokorni Zoltán sajátos helyzetére való tekintettel, ugye ő összeesküdött Orbán ellen 2006-ban. Úgyhogy Bajer Zsolt bátran bemerte vállalni, hogy akkor a fideszes kerületben ne fizessed be az ingatlanadót. A másik az az a Sándor Klára SZDSZ-es parlamenti képviselőasszony, aki be akarta vezetni a női kvótát. És követelte a női kvótát. És azt hiszem, hogy a nyilvánosságban talán először a vele való beszélgetés során vontuk meg a numerus sexus fogalmát, és a numerus clausus, illetve a női kvóta közötti párhuzamot, amire hát természetesen azonnal a szemforgatás meg a teljes hülyének nézésünk, persze érvelés nélkül értelemszerűen volt a válasz. Ezek a beszélgetések, ezek mind lát leletei annak a Magyarországnak, aminek nem volt kiárata. Nem volt kiárata, csak összeomlása. Abból a Magyarországból, abból semmi nem maradt. Annak a romjain Orbán Viktor egy olyan országot rendezett be, amilyet csak az alaptörvényben, a konyhaasztalon eszébe jutott. Ez lett a következménye. Ezek a fenntarthatatlan attitűdök, ezek a fenntarthatatlan álláspontok és ezek a fenntarthatatlan politikai szerepek, amelyek ezekben az interjúkban körvonalazódnak. Bulcsú Robi, köszönjük szépen ezt a beszélgetést. A külön kiadást követően jövő héten egy rendes adással folytatódik majd az Éhes Makkal disznót álmodok, és a könyvesboltokban természetesen már kapható a Demokrácia Részvénytársaság. Sziasztok!